Hé, hey, te, iratkozz fel és nyomj egy lájkot most, különben este ez a mókus fejű pók bemászik az ablakodon, és utána pedig megjelsz. A legporább lények és felvételek az interneten, amikről soha senki sem beszélt. Ha ilyenekkel találkoztok, azonnal értesítsétek a rendőrséget, például, hogy valakinek szóljatok. Ha szeretnél folytatást látni, akkor majd nyomj egy lájkot, írd meg, hogy milyen videókat látnál szívesen, minden nap délután 4 órakor új premier, szóval ha nem szeretnél ezekről lemaradni és elsőként szeretnéd látni őket, mindenféleképpen iratkozz fel és nyomd a csengőt. Gondolj abba bele, hogy egy erdőbe vagy, egy autóval mész egy ösvényen, majd a semmiből meglátsz egy rettentő félelmetes lényt, mint például ezen a felvételem. 2021. júniusban publikálták ezt az ijesztő felvételt, és a mai napig nem tudni, hogy mégis mi történhetett. Olyan, mintha valami bokor életre kelt volna, vagy én nem is tudom egyszerűen, mivel egyértelműen nem látszik, mi történik, az útnak az egyik oldaláról másikra futott át, mintha valami sárkány lenne, nagyon hátborzongató, szerinted mi ez? Egy kapucsöngőnek a kamerája vette fel ezt a felvételt, ahogy egy kisrác azt figyel éppen, ahogy megjelenik egy motoros, majd el akar hajtani, és mögötte, mintha egy furcsa árnyékszerű valaki futna utána, ami lehetséges, hogy azért tűnik csak úgy, mivel a kamerának a minősége nem éppen a legjobb, de lehet, hogy valami sokkal több van mögötte, és hogy mégis mi történhetett itt, az a másik kérdés, és közvetlen ezután a motoros másnap bejelentette, hogy történt vele egy kisebb baki, és azt mondta, hogy a biciklével esett el. De hát ez egyértelműen nem így van a felvétel szerint, legalábbis szerintem. Itt valami nagyon furcsa incidensről lehet szó. Ennek a felvételnek eléggé rossz a minősége, de hogyha esetleg valaki szellemet érzékel a saját lakásában, házában, és ha van kutyája és erre felfigyel, akkor lehetséges, hogy van valami alapja. Itt például egy matracot szagolgat, nagyon erőteljesen ez a kutya, és ezzel még nem is lenne semmi baj, mert mondjuk azt, hogy érez valamit rajta és azért, de mögötte váratlanul később megmozdul egy furcsa papírszerű valami, vagy őszintén nem tudom ez mégis mi lehet, de senki nem volt a közelben és látszódik, hogy nagyon más ezt nem tehette meg, a kutya hirtelen felfigyel, de lehet, hogy csak megjátszott. Persze a választ sajnos nem fogjuk megtudni. Ha van tippet, kommentbe írd meg. Ezt a videót pedig csak be szeretném mutatni. Egy pár úgy gondolta, hogy szellemet fog idézni, később szeánszt is csináltak, majd azt mondták, hogy az emeletről furcsa zajokat hallottak meg. Percekkel később, amikor már hatalmas pánikban voltak, megjelent az ajtóban egy eléggé magas, furcsa, fekete alak. Persze, hogy hogyan kerültett be a házba, ezt a mai napig nem tudni, és hogy milyen természetfeletti jelenségekről lehet szó. Lehet, hogy persze szimplán kamu is megjátszott, de maga a felvétel elég hátborzongató. Amikor eltűnt ez a alak, átkutatták a helyiséget, hogy nincs valami turpisság. Fürdőszobából hallottak furcsa hangokat, de amikor megnézték, ott már semmit sem találtak. Ezt a képet pedig egy nézőm küldte, egy elég hátborzongató lényről van szó, amit állítása szerint Indiának a külsejében találták egy kisebb kutatócsapat. Ez a lény úgy néz ki kicsit, mint egy ember, de nagyon furcsa, mint a félre sikerült volna, ezt úgy értem, hogy a genetikái lennének összezavarodva, de minden esetre, hogyha esetleg ilyet látnál, azonnal hívd a rendőrséget, mivel ez egyáltalán nem normális. Persze valószínűleg sosem fogsz, de ilyen esetekben mindig hívjátok. A következő srácok pedig elmentek egy erdőbe szellemeket keresni. Ez egy eléggé elhagyatott erdő, sok ember nem jár ide, sőt lehet úgy is mondani, hogy szinte senki. És eléggé furcsa jelenségekkel találkoztak itt is, például úgy értem, hogy megláttak egy furcsa alakot a fa mögött, de ez nem teljesen kivehető, viszont a lány például szinte nagyon beparázott. Nézzétek meg a reakcióját, itt próbálják éppen nyugtatni, alig kapott levegőt és újra meg kellett tanítani neki valamiért, és úgy érezte, hogy van itt valaki velük. A videónak itt van vége, ha szeretnél folytatást, akkor nyomj egy lájkot. Támogatnál, iratkozz fel. Minden nap délután 4 órakor új premier, szóval iratkozz fel, hogy nem maradj le róluk. Találkozunk legközelebb, sziasztok!